Nagy-nagy szeretettel és nagy-nagy tisztelettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi László Gyula. Barbie! Greta Gerwig 2023. A sztereotipikus Barbie Barbie országban éli rózsaszín műanyag, fényűző pompával körülvet életét, de egy nap kérdések törnek föl belőle, halálról, öregedésről, betegségről, rácsodálkozik, hogy reggel büdös a lehellete, ezért elindul a való életbe, hogy megkeresse gazdáját, azt a lányt, aki játszik vele, aki felelős sorsáért, szájszagáért, és rájön, hogy egy, az emberi élet lényegében szenvedéssel teli, kettő, a szenvedés oka, az emberi önzés és vágyakozás. Három, van egy út, amellyel megszabadulhatunk az önzéstől és vágyakozástól. Négy, a megszabaduláshoz az úgynevezett nemes nyolcrétű ösvény vezet. Szép volt. Állatok, növények, robotok, angyalok, UFO-k, kitalált lények, szuperhősök, félistenek és tárgyak, ez esetben egy rózsaszín Barbie baba. Mindannyian emberek akarnak lenni, mert ez az egyetlen teljes paradigmája a lételméleti aláfölé rendeltségnek. Ezt vajon fogják-e érteni, Szabi? Azok a néző, nem tudom, te hol látod ezt a filmet. Elég magasra kezdtük most az elemzést. Én moziba mentem, és hát a filmszínház tele volt rózsaszín Barbie egyenruhába öltözött tinikkel. Nem értettem, hogy az egész az infantilizmusnak a jele, vagy jó buli, vagy a közösséghez szeretnének tartozni. Hát jó, most gúnyolodsz rajtuk, és elég magasan kezdtük valóban Buthával. Én is. De hogy ők értik el, amiről te most beszélsz. Jó, de nem mered bevallani, hogy mi ketten is most talpig pinkben ülünk itt. Igen, és még azt tegyük hozzá, hogy mi, amikor megnéztük a mozifilmet, mi is értetlenül ültünk a székbe, és pattogatott kukoricákkal dobáltuk egymást zavarunkban. Én eleve miniszoknyába mentem a mozikra. Úristen, ezt már ne is folytasd, de hogy azért ez, hogy nem mindenkinek egyszerű ezt megnézni, nagyon sok előítélet övezi már a film címét is. Én a fiaimmal néztem, tényleg? Ami egy külön nemzedékek közötti élmény, maga a film is nemzedék közöttiségre van alapozva, hiszen 1959-ben hozták létre a Barbie babát, és így több nemzedék, nagymamáink, anyáink, mi magunk, gyermekeink ezzel a babával játszottak, kivéve talán Magyarországon, vagy a kommunista Magyarországon. Én nem játszottam a Barbie babával, de volt Moncsicsim, akkor át is térhetünk most a Moncsicsi. Én katonáztam, és én ezért vagyok ilyen, te meg akkor olyan, Szabi. Vagy amolyan. Még Pandacsicsim is volt, tehát fehér. Úristen, Szabi. Tisztázzuk, hogy ez egy jó film, vagy rossz film. Érdemes megnézni, vagy nem érdemes megnézni? Mindenképp mindenki nézze meg. Kíváncsi leszek az Oscar átadóra. Számomra a két magas pont az a ruha és a díszlet. Igen. És még talán a humort is hozzátenném. Ez alapvetően egy posztmodern film, hopp, ezzel lelőttem Nagy Pál első tételén. Haza is mehetünk. Még a Barbie termékről egy picit. 56-ban európai útra indul egy amerikai házaspár, és rátalálnak egy német játékbabára, a Bird Lily-re. Azzal se játszottál? Az se volt rossz termék. De milyen jó a Bird Lily film? Az is nagyon jó, csak egy probléma volt, hogy amikor beindul a Barbie, akkor olyan szerződést kötnek a Bird Lily-vel, hogy azt ki kell vonni a forgalomból. Ejjjjj. És hát én sokáig nem tudtam, hogy miben mása így van, a Barbie baba. Ugye ezek felnőtt figurák és nem kisbabák, ez el is hangzik az elején, meg hogy öltöztetni lehet őket, ugye? Igen, és akkor jelen van feszítve a lábfejük. Egyébként lábfetisztáknak külön ajánljuk ezt a filmet. Ó, és akkor egy külseje jellegzetes, hosszú, vékony lábak, karcsú derék, kerekded idomok, hosszú haj. Ez a mi szépségideálunk, Szabi, nem? Abszolút nem, rattul nem. Ugye én inkább a mulett hölgyeket kedvelem. Ez a derék, te azt mondtad, hogy keskeny. Ez nem keskeny, ez egy lehetetlen derék. Aha, tehát ez egész irális. Egyébként én azt gondolkodtam, hogy a Barbie baba első tételünk már megvolt, hogy ahogy megszületett, ahogy kiszorította az eredeti, abban már van valami
dominás, vagy elnyomás. Kizsákmányolás, igen. Marx először kerül az erdésbe. Igen, úgy másrészt, hogy ez egy patriarchális, vagy egy matriarchális szimbólum, mert mintha bizonyos férfiak által megálmodott női szépség ideálnak a falova, trójai falova lenne, ezt bizonyos férfiak készítették a jövendő bizonyos nőinek, hogy ilyennek kell majd lennetek, nem? Dicsérjük meg a filmet, mert mindennek tudatában van. Női rendező, az egyik legjobb film női rendezőtől, amelyet valaha készítettek. És a legnagyobb kasszasikert aratta női rendezőként, ilyen így még van, nem és volt. Még fogja aratni, igen. Hiszen elején igen. Vagyunk szinte a reklámnak. Tehát ezt tudja a film, tudják a forgatókönyvírók, Noah Baumbach-hal írta a forgatókönyvet a rendező, vagyis azt, hogy van egy felszabadító ereje a Barbie-nak, hiszen lehet űrhajós is, noha nő vagy, és van egy elnyomó ereje is, mert ilyen szép sose leszel, ilyen derekad sose lesz, ennyire hosszan nem fog tudni lefeszíteni a lábfejedet. Én azért nem voltam arról meggyőződve, hogy ez tényleg átjön a filmből. Mennyire járnak jól a férfiak, mi egy Barbie típusú nővel, dekoratív, de nem ez az ízlésünk, mint ahogy megtudtam, Szabi, nekem sem. Jó az ágyban? Nem biztos. A kis műkörmével, nem tudom, egy finom brassói apró pecsenit sütne nekem, nem hiszem. Nem tudjuk meg, hogy milyen az ágyban, mélyeket hiszen... lehet vele beszélgetni? Ő lesz a múzsánk? Ihlet adunk, Szabi? Jó, a Barbie típusú nőnek a humora? Ő fog majd elfogadni bennünket, támogatni? Gondoskodó, otthonteremtő? Nem lehet jó az ágyban, hiszen minden este csajbuli van, Ken haza van küldve erről a csajbuliról. Ihletőnek viszont nem olyan rossz, tehát Ryan Goslingnak, Kennek van az egyetlen ilyen romantikus balladája a filmben. De kérdés, hogy Ken az mennyire férfi? Mert én erről nem vagyok meggyőződve. Igen, kiderül, de milyen jó volt Amy Schumacher és Anne Hathaway Barbie na, szerepében. Milyen érdekes, és akkor a kizsákmányolásnak a következő pillanata. Egyhogy már 2009 óta dolgoznak a filmen, amikor ezek a kis rózsaszínbe öltözött tinik még nem is éltek, vagy maximum totyogtak, és ez az Amy Schumer, őről a tudjuk, hogy szép az arca, de egy picit molett ehhez a Barbie ideálhoz. Aztán meg ki is öregszik, ugye már 14 éve később készül a film. De várj, ő 16-ban még képben van a történet illetően, és aztán... Jön Anne Hathaway, de aztán őt is kirakják, mert a Mattelnek a vezetője, vezérigazgatója kezébe veszi a film elkészültét. És akkor innentől kezdve azért biztos, hogy nem lesz olyan bántó és kritikus a Barbie egészére vonatkoztatva. Jó, de ezzel sem értek teljesen egyet, tehát akkor ez a nagypár második tétele, hogy a film végig lebegteti ezt az ellentmondást, és sosem hagyja föl, ezért neveztem posztmodernnek. Tehát ez egyrészt ennek a plasztik műanyag Barbie játéknak a dicsőítése, másrésztről pedig van benne egy nagyon erős szatíra a Mattel vezetősége iránt, ugye Will Ferrell játsza ezt a negatív alakot, a magának a társasági kapitalizmusnak, vagy vállalati kapitalizmusnak a vezetőjét. Jó, de ezt mindenki tudja. Nekem ez az a plakát jut, amerikai választási plakát jut eszembe, amit egy politikus rakott ki, hogy köpjél le, csak szavazz rám. Nyugodtan röhögjél rajtam, gondolsz, amit gondolsz a Barbie-ról, de vegyél meg az újabb generáció számára. Igen, nézd meg ezt a terméket, ezt a mozifilmet, és vegyél minél több Barbie babát. Maga ezt a marketing kampányt, ezt tanítani fogják igen. A következő évtizedekben. Különböző cégekkel kötnek társulási egyezményeket, olyanokkal, amelyeknek semmi közük a Barbie mitológiához, de a lényegük az, hogy ilyen reklámokban, ilyen társított reklámokban behozzák ezt a Barbie képet. A rendező Greta Gerwig, és már kimondtad a nevüket, vagy nem? Igen, hangoztattam, te is mondd ki, kérlek. Jó, no a Baumbach, hogy ők azért művészfilmes irányból jönnek. És akkor itt lehetne címeket mondani. Éjjelek és hétvégék, az még teljesen független film. Vagy a kisasszonyok, Lady Bird, a házassági történet, vagy a Francis Ha. Igen. Ennek négynek a rendezője ezek közül a Gerwig, a többinek forgatókönyvírója. Ugye a kisasszonyok az a Louisa May Alcottnak a regénye, tehát ez egy ilyen klasszikus olvasmányélmény, az az előző filmje, amit rendezett.
És amit mondtál a díszlet, hogy hogyan indul itt, milyen álomházakat vesznek például festményekről, vagy egy amerikai Párizsban című filmből Jane Kelly lakása. Ha szeretnél Pantone 219-es festményt 2019-est. Venni, az nekem nem elég a 219-et. De láttad, hogy mivel húztam ki, ugye, stílszerűen a milyen színű kihúzót használtam papíromon. A ruhatervezés Jacqueline Duran. Duran. Vagy Duran nem, magyarosan. Munkája. Biztos, hogy Oscart fog kapni érte. És a díszlet Sarah Greenwoodot dicséri, akit már hatszor jelöltek, de most meg fogja kapni. És itt a például Brigitte Bardotnak volt nagy hatása. Aki a 60-as évekbeli Riviera hangulatát csempész ide be. És érdekes, a férfiak meg egy 20 év eltéréssel vannak fölöltöztetve. Ők a 80-as évek színes sportdresszeit viseli. Na várj! Várjál, és akkor ami még fontos, hogy a filmezési technikában is visszanyúltak nagyon régi alkotásokhoz, ami nagy kedvencünk Pozsonyi Imre, vagy Pressburger Imre 1946-os egyik filmjét említsük meg. Miskolcon született az öreg Így van, Diadalmas szerelem, de van neki más filmje is. A Piros cipellők, ezek nagyon-nagyon jó filmek, de ma már kevesen látják ezeket. Van egy jó riport Görviggel, ahol felsorol 33 filmet. Mi is a következő 18 percet erre a 33 ezt filmet. Ezt nem kellett volna, Szabi. De hogy, és hogy mik voltak rá hatással, és valóban, tehát még a legprimitívebb filmnézők is fölismerik a 2000 űr-odüsszeja hatását a kezdőjelenetben. Na, akkor azoknak a nézőknek szólunk, akik látták ezt a filmet, de nem látták az űrodüsszeját, hogy kezdjék el. Legalább az első 30 percet nézzék meg. Tehát itt a Kubricki monolitot összerakni. De még előtte azért említeném, hogy... Monolit egyelő Barbie baba. Oh. És a monolitot nem tudjuk, hogy micsoda, nem? Azt nem, itt a Barbie babát tudjuk. Na, szóval, hogy eleve nagyon szerette a Bibliát gyerekként, és hát a nagyon nagy hatása volt rá az Édenkert, és hát Barbie is a paradicsomban él, nem? Így van, és egyszer csak rájön arra, mert ugye ezt a halálkérdést teszi föl, ahogy utaltál rá, gondoltok-e valaha a halálra, buli közepén benyögi, én is szeretem benyögni, ugye ez a buli mocsingnak a ellentéte, a buli leromboló. Na, de hogy rájön arra, különösen miután ellátogat a bizarr, különös Barbiehoz, hogy valakik nézik őt. Ugye Ádám és Éva is akkor rájön, hogy a mesztelenségük az valahogy túlságos kitárulkozás, valaki nézi őt. Ez szép. Ezt nem gondoltam, hogy hozzá fogsz adni ehhez a részhez. De hozzá. Akkor a Pygmalion ókori története, amit aztán földolgoz Gibi Show, az is előkerül. Apropó Sixtusi kápolna, tudod, hogy mit keres itt? Amikor összeér a keze Barbie-nak Ruth Handlerrel, a teremtővel, kétszer is. Igen, mert hogy előkerül az alkotója a Barbie babának. Aztán van egy regény, amit csak te olvastál Magyarországon, Szabi. Igen, az eltűnt időnyomában, de hát én ezt nem találtam. De Proustra utalnak, amikor a Mattel vállalati ülésén ugye úgy döntenek, hogy bedobozolják Barbie-t, és akkor utána ő mondja azt, hogy olyan furcsa szagot érzek, és akkor ott van ilyen utalás, hogy mint Proustra a Madeleine süteménnyel. Jaj, de jó. Na, figyelj, tehát egy kicsit a történetről, tehát egy álomvilágba csöppenünk, ezt az álomvilágot, ezt a hiteles mesterkéltség jellemzi. Nagypál harmadik törvénye, de egyébként ezt olvastam, csak ez nagyon fontosnak tartom a film szempontjából, olyan filmes előképeket keresett, amelyek mesterkéltek műanyagok, mesterségesek, de mindezt hitelesen csinálják. Vagy ebben is van, ez is a humornak a része. Ez is egy kikacsintás. Aha. Ez jelzi végig, hogy mi nem vagyunk komolyan vehetőek. Eszünkbe jut a Brechti Színház, azt mindig szóval szoktam hozni, illetve a Brechti Színháznak egy külön pillanat, amikor kiszólunk. És a negyedik faláttörése is eszedbe. Az is, meg amikor kiszól a színésznőre, hogy hát persze rossz ő nem lehet. Volt. Igen, ő aztán nem az a típus, aki a szépsége miatt szomorú lesz, vagy valami ilyesmi. Hát igen, mert nincs rajta
smink az egyik jelenetben, a Margot Robbie, akit egyébként... és hogy akkor milyen csúnya lett a Margot Robbie, ez képtelen csúnya lenni. Hát vagy legalábbis most még. Most utaltál erre, hogy kiszól a buli közepén a halálra, erre céloztam a bevezető mondatommal, a Buddha történetével, ahogy Buddhát is szépen egy ilyen Barbie palotájában hagyják felnőni. Álomország tengerpartján játékot köztél. Csak hogy Buddha, Szitárta herceg nem ismer mindent a világból, kilopockodik. Üdvözöljük. Így van, és akkor ezzel a hárommal találkozik az öreggel, a beteggel, meg a halállal, és ez változtatja meg az ő életét. Jó, de itt találkozik beteggel? Bár a végén egy orvos jelenettel ér. Nem, igazából nem, de a halállal céloztam meg az öregségre azáltal, hogy megjelenik a narancsbőr, meg a mindenfajta. A narancsbőr is, de a film egyik legszebb jelenet, amikor egy megállóban egy idős hölgyel ül együtt, és így rácsodálkozik, hogy milyen gyönyörű maga, és hogy tudom, ezt feleli az öreg. Ez ennyi, ez kicsit ilyen groteszk, vagy abszurd, ilyen önmagában álló jelenet, de nagyon szép emberi. Oké, akkor mondok egy kritikát. No. A film inkább szellemi kaland, mint érzelmi. Nem szeretjük meg, nem vonódunk be. Nem tudom, szerintem a tinik viszont érzelmileg is bevonódnak. Szerintem az van, hogy van akinek érzelmi kaland, de nem szellemi, van akinek meg szellemi, de nem érzelmi. Ez lehetne egy tételmondat, nem? Ez lehetne, akkor most leleplezem magunkat, igazából nem pinkben ülünk itt, hanem világos kékben ülünk itt mind a ketten, Kennek öltöztünk, mi férfiak Kennel azonosulunk. Ken szempontjából ez egy borzalmas, tragikus, szörnyű történet. Ugye várnánk, hogy összejönnek, nem, Gyula? Tehát, hogy mire megy ki az egész történet? Hát nézzük ezt a Kent. Én bevallom őszintén, hogy nem nagyon azonosultam Kennel. Te is a Beach and Lux reggeltől. Igen, és mihez értek? A strandhoz. Nem simán férfi. Egyrészt eleve, hogy ő rajta a nők uralkodnak, ő a nőknek az egyik alosztálya, vagy jó esetben kórusa, kitartottja, vagy tartozéka, egy tárgyasult férfi egy nőtárgy mellett. A Barbie sított funkciótlan férfi Barbie mellett egyetlen funkciója, hogy megvegyék. De úgy tűnik a szavaidból, hogy te még abban az illúzióban élsz, hogy mi férfiak nem tárgyasított képei vagyunk a nőknek. Jó, ez megjelen egy jó kis vitát. Szóval Ken az a szőkenő férfiban, egyébként ez el is hangzik benne, és akkor... elgondolkodtam, hogy egy feminista nőt zavar, hogy bizonyos férfiak tárgyiasítanak bizonyos nőket, vagy minden nőt, akkor gondolom ez is zavarná őket ez a felállás. De lehetséges, hogy Ken tükröt tart nekünk férfiaknak, hogy bizony nehéz lehet ezeknek a tárgyiasított nőknek is, ha ti ezzel ennyire nem tudtok azonosulni. Még srófolom tovább, utópiának nevezik többször ezt a filmet. Megvalósul a Szabi az idill, akkor ez utópia, most mondtad ki. Legyen ez tételmondat. Nem, a nagypár negyedik tételmondata úgy hangzik, hogy ez egy szörnyű disztópia. De miért? Abszolút fölháborítónak tartom, hogyha amikor, ugye a Kenek átveszik az uralmat a film kétharmadánál, és aztán visszaveszik az uralmat a Barbie, ez történik Barbie földjén, és ezt így örömmel kéne ünnepelnünk. Dehogy is egy szörnyű, még disztópikusabb társadalom áll vissza, ahol az egyik nem uralkodik a másik felett. A marxi fogalmakkal osztályokba tagolódik a társadalom, és osztályharc van, és van egy elnyomott, kizsákmányolt osztály. Aha. És ekkor nekünk, feminista nőknek és férfiaknak föl kell sikítanunk, hogy nem ilyen társadalomban akarunk élni, hanem olyanban, ahol az egyenlőség uralkodik. Amikor egyébként Kenék átveszik a hatalmat, az számomra azt idézte fel, amikor a feministák akarják görcsösen átvenni a hatalmat. Igen. És ezzel a Ken figurája a nőknek is, meg a feministáknak is tükröt tartatna. De mi a filmnek az üzenete? Egyrészt, hogy a patriarhátus az rossz dolog. Na várjunk, álljunk meg egy pillanatra. Milyen ez a patriarhátus, amit ez a film bemutat? Mert én ezzel se tudtam azonosulni. Hogy de te is lovagolsz. Jó, a konditerem az rendben van. A Hammer autó, lóval jöttünk ide. Vagy a gesztusaink a Stallone műlószőr mellé? Igen, most a műsor előtt szkandereztünk egyet, hogy melyikünk az izmosabb. Szóval vagy én nem vagyok patriarchális, vagy én ezt nem tudom komolyan venni, nem ismerek magamra, nem szembesít, nem azonosulok. És akkor itt akkor van egy hiba. Igen, de akkor most akkor dicsérjük a filmet, tessék, posztmodern. Tehát akkor nem csak a patriarchalizmust gúnyolja, hanem a feministák patriarchátus képét is gúnyolja, meg a
feminizmust is gúnyolja ez a mű. Jó. Tehát, hogy így nézni a férfiakat, ezt akarjátok? Tényleg ezt akarjátok? A filmben tulajdonképp kiegyensúlyozott emberi kapcsolatokat nem látunk. Engem szíven ütött, hogy Barbie-nak nem kell Ken. Igen. De Barbie-nak nyilvánvalóan senki se kell. Tehát, hogy a filmnek ez, akkor ez az egyik üzenet, hogy légy önmagad, légy önellátó. Igen, ezzel gondolom, önmagamat kell megtalálnom, mert szerint egyik férfi ismerősöm nagyon kereste a nagyőt, aztán rájött arra, hogy először a nagy ént kell megtalálnia. Jaj, de szép. Most a református esküvő hangzik el, az eskü szövege, hogy vele megelégszem. Most ezt tényleg meg kell előlegezze, hogy önmagammal is elégedjek meg. Akinek a kezén vagyok, aki a kezemen van, ezt mondják a reformátusok. Igen. És na vele most, megelégszem. Na de itt jön az, hogy idáig jut el a film, hogy önmagát megtalálta. Nagyszerű, jár a taps. De most kéne akkor egy Barbie 2, hogy ha jön már... Jön majd. És aztán a Ken 1, Ken 2. Megtalálja, akivel, hogy ahol már azt is megtalálja, akivel megelégszik, akivel tovább tudja görgetni az élet kerekét. Külön is izgalmas kérdés, hogy Barbie milyen feleség lesz, és milyen anya. Na de az üzenetről én még azért szeretnék kérdezősködni. Van egy nagy monológ, ugye? Igen, és van, aki számára ez a monológ igen zavaró, mert hogy kicsit olyan prédikálós. Tapsolta, képzeld el, amikor a moziban voltam. Én sikongattam. Ja, hát így kell, és nem bírtam magammal, hazamentem, és előkerestem a monológot. Ajánlom minden nézőnek. Arra gondolsz, amikor a furcsa lány a való életben... Az Amerika Ferrara, ilyen latinos csajszí. Ja, az anyuka. Gloria, és akkor ezzel kezdés szó szerint lehet lehetetlen nőnek lenni, olyan gyönyörű vagy, és olyan okos, és megöl, hogy nem tartod magad elég jónak, stb. Stb. És ebben a... Jó, de ezt tudjuk, hogy férfinak is nagyon nehéz lenni. Igen, és hogyha végig gondoljuk ezt a monológot, akkor nagyon-nagyon sok, hát, hamisság, meg torzítás, meg bullshit van benne. Mindenki olvassa el, és gondolkodjon el rajta. Ami, mondjad... Egy nagy igazságot akarok beszélni, embernek lenni nehéz. Na... Nem csak nőnek, férjnek lenni is nehéz, és embernek lenni nehéz. Mintha mindig különlegesnek kellene lennünk, de valahogy mindig rosszul csináljuk, ez a férfiakra is igaz. Vékonynak kell lenned, de nem túl soványnak. Hát a férfiaknak meg izmosnak kell lenni. Jó, hát mi vékonyak is vagyunk, könnyen beszélünk. Kell, hogy legyen pénzed, de nem kérhetsz pénzt, mert az durva. Hát jó, ez a férfira is igaz. Főnöknek kell lenned, de nem lehetsz gonosz. Ez igaz a férfiakra is. Vezetned kell, de nem nyomhatod el mások ötleteit. Jé, hát vigyázzunk, mert aki beszopta ezt a beszédet, az nagyon durván manipulálható ember minden szempontból. Vigyázzunk! De akkor két beszéd van ezek szerint, mert valamikor a lány beszél, és annak a vége az, hogy lefasisztázza a Barbie papát ott az iskolában. Na várjál, de még van a furcsa Barbie-s jelenet. Egyébként neked nem volt emlékezetes az a furcsa Barbie valahonnan? Húz a nagy varázsló. Az a figura, az csúcs szuper. Tehát igen, tényleg vannak csaj ismerősök, mondták, például Flóra, hogy ő is filctollal összefirkált egy Barbie babát, meg kitépte a haját, meg így ilyen durva. De ha egy férfi csinálna ez, Gyula. Igen. Menne és hogy ő belőlük, na most engem, ahogy mozgott a spárgában ez a csajszí, a Blade Runner-nek a furcsán mozgó lányára emlékeztetett. Jó, és vagy. Akkor ezzel a szép mozdulattal itt behoznám a, nyilván a gyaloggalopot mindenki felismerte, aki látta. Lovagolnak jobbról balra. Aztán a John Travolta Szombatesti láz vagy a Grease című filmjének a tánc jeleneteit. Szóval, ja, nem akarsz most filmet. Beszúladunk még, de most táguló körökben keringünk életünk néhány fő kérdése körül, ugyanúgy, mint a film, én még a posztmodernen lovagolnék, mert az a nagy kérdés, hogy több-e ez a film, mint filmes utalások sora? Ugye ez az alapkérdésünk Eszterházi Péternél is, amikor olvassuk. Tehát, hogy viszünk-e magunkkal, miután ezt a sok csodás, nem tudom, szövegközi, intertextuális játékot elolvastunk, viszünk-e magunkkal haza valamit? Metapuki. Olyan ez az egész, mint valami varázslat, vagy lehet, hogy csak egy cirkusz? És illúzió, káprázat, hogy butát is behozzuk. Mert hogy, na, én meg az én első mondatom meg arra utalt, hogy ez egy filmes közhely, de ez most nem kritika, mert magát a Barbie-t is sztereotipikus, vagyis magyarul közhelyes Barbie-nak hívják. Tehát filmes közhely az, hogy nem emberi lények,
és akkor nem sorolom fel újra, hogy micsodák, E.T.-től elkezdve a, nem tudom, a angyalokig, a Berlin fölött az ég, tehát hogy mennyire vágyakoznak, és akkor megint a buddhizmusnál vagyunk, az emberi létforma iránt, miért buddhizmus? Mert a buddhizmusban ez az egyetlen szint, ahonnan kiléphetsz, viszlátot inthetsz a létforgatagnak, tehát ez a kitüntetett helye a megvilágosodásnak, csak ember képes a megvilágosodásra, és ezek a nem emberi lények a ontológiai hierarchiában, létrendi alá fölé rendeltségben, Akvinói Szent Tamásnak is kiutalás, ezek mind az ember lét körül keringenek, ami a teljes paradigma. Akkor ez most egy kritika részemről, tehát ebben nem hoz újat a film, újra csak eljátsza azt, hogy egy tárgy ember akar lenni, és ember is lesz a legvégén. Aha, jó. Még az üzeneteknél csak légy önmagad, és tudd, hogy ez elég. Én bevallom őszintén, én tegnap is láttam ilyen Facebook falfirkát, meg tegnap előtt is. Ha minden napod a legjobb, az hamar unalmas lesz, ha nincs az egésznek valami értelme. Érez, ez az utolsó gondolat. De az tényleg? A, igen. De te mit érez? Tehát én azon röhögtem, hogy elmondta, hogy érez, majd villany fölkapcs, és a rózsaszín tinik fölállnak a kis székükből, és elkezdik nyomkodni a telefonjukat. És szerintem az új percedet érezd. Valamelyik filmkritika írta, hogy a rendező a feminizmust állítja szembe a férfi alapú modern társadalommal, de mindezt úgy teszi, hogy sem a nőket, sem a férfiakat nem ítéli el, inkább bemutatja a két nézőpontot. Én nem éreztem bemutatást, vagy csak nagyon karikatúraszerűen. Ha pozitívan akarunk fogalmazni, akkor egyszerre beszél több regiszterben. Tehát aki apuka, megy a filmre a gyerekeivel, egyik ők se játszott Barbie-val, de mindegyik ők kap valamit. Ha negatívan akarom mondani, akkor olyan, mintha a gyereket sütijébe spenótot csempésznél, mert az egészséges. Tehát, hogy el tudod pinkeskedni a Barbie filmet, ilyen tülruhában, anélkül, hogy észrevennéd, hogy Heidegger halállal szemközti létjére buzdít téged, vagy annak a buddhista fölismerésére, hogy a világ káprázat. Uh-huh. Én azért elgondolkodtam azon, hogy, de már lehet, hogy Truman Show-nál is elgondolkodtam azt. Egyszer beszélnünk kéne róla. Igen, igen, hogy a Barbie rózsaszín műanyag világa a mi világunk is. Lehet, hogy tulajdonképpen mi is édenkertben élünk, a fogyasztói édenkertben. Ez előjön a filmben ott, amikor a való világba mennek, de nem Budára jönnek, a budai várba, vagy Sopronba, a 52 műemlékével, hanem Los Angelesbe érkeznek a beachre, tehát a műanyag világ egyik való világos megvalósulására. Vagy jöhettek volna mondjuk Ózdra, vagy mondjuk a Chicagónak egy szegényedett részére. Igen. És szerintem fontos, hogy az már nem férne bele a filmnek a szemléletébe, hogy ennyire kontrasztot mutassunk, és pont ez sokaknak a baja a filmmel kapcsolatosan. Hogy nem elég bevállalós, hogy úgy kicsit masszatolgatunk, ami kötelező, de azon túl nem merünk igazán szembenézni. Ez egy amerikai film, a Nagy Pál 5. tétele. Tehát ugye mi férfiak vagyunk, nem játszottunk Barbie-be, kommunizmusban nőttünk föl, és nem Los Angeles művilágban élünk. Ezt mi egy iszonyatos, többszörös fénytörésben és távolságban szemléljük ezt a filmet, és akkor dicséretre váltom a mondatot, ez egy önkritika, amerikai önkritika. Művilágban élünk, vattacukrot eszünk, és a művilággal játszunk, és a művilágunkból vágyakozunk egy másik művilágba, hogy olyan legyen a derekunk. Ez megrázott téged, Gyula. Igen, igen, igen. Szerintem a lényegét el is mondtad a filmnek. A filmben jó ízléssel volt jelen a sokszínűség, tehát a Barbie babák is sokszínűek voltak. Jó, de azért időnként azt gondoltam, hogy itt nagyon figyeltünk a diverzitásra. Amennyire rózsaszín árnyalatú Barbie föld, annyira tényleg patika mérlegen nézzük, hogy egy kicsi fehér, egy kicsi néger, egy kicsi kínai, egy kicsi spanyol, egy kicsi mit tudom, homoszexuális, mindenkiből legyen biztos, ami biztos. Itt a legszebb Barbie-knál fölteszi az ember a kérdést, hogy talán csak nem egy holland trans Barbie-val van dolgunk. Jó, igen, te most gúnyolódsz vele, de a film önmagán gúnyolódik. Tehát szerintem azon gúnyolódik, hogy igen, egy hollywoodi produkcióba ezt a sok marhaságot, a sokszínűségről ezt mind bele kell rakni. Ezen gúnyolódik. Ezt így gondolod? Igen, mert ez egy posztmodern film. Jó, én meg nem annak éreztem, de akár el tudom fogadni. A film utolsó jelenete, hogy ugye Barbie bemegy Los Angelesbe, ember lesz,
És a nőgyógyászhoz vezet az első útja. Ez mit jelent? Utólag sokat gondolkodtam, három tippem van, 98% hogy azt jelenti, hogy ez egy felnővés történet, gyermekből, hát tinédzser lesz, és elhagyja a Barbie babázást a való életben a lány, és akkor az első havi vérzés miatt megy a nőgyógyászhoz. Ez jó. De van egy radikális feminista tippem, az az abortusz. Tehát, hogy akkor leszünk nők, ha megvan az első abortuszunk, és van egy harmadik tippem, az pedig az, hogy vagy már szeretkezett Kennel, vagy pedig ezután készül szeretkezni, és akkor egy esetleges állapotosságot vizsgál, illetve a fogamzásgátlás módjait vitatja meg az orvossal. De ha viszont mondjuk tényleg áldott állapotban van, már nehezen tudjuk elképzelni, hogy Kennel, vagy melyik Kennel, de akkor ez egy kicsit olyan befejezést adna. Hiszen az tudjuk, egész... hogy nincs nemi szerve Kennel. Igen, de neki van, ez hangsúlyozza, bár csak oda mondja. Vagy akkor kicsit olyan szerve. A befejezés, mint az ember tragédiájának, nem? Ó, bízva, bízza. Igen, igen, igen. Oké, köszönjük. Barbie minden, Ken, az csak Ken. Franciául is ajánljuk ezt a mondást, a többletjelentést kap. Barbie, Greta Gerwig 2023. Ez volt a tekercs és tekintet. Én Nagy Pál, Barbie Szabolcs vagyok. Én pedig Szőnyi Ken Gyula. Én viszont Nagy Pál, Ken Szabolcs is. Néztél már valaha két órán keresztül egy reklámfilmet? Most sikerül. Egyébként néztem a Lego Movie-t legutoljára. Hát igen, ott elkezdtem újra legózni, így 30-valahány évesen, itt pedig vettem egy Kent és egy Barbie-t, meg egy Ellent. Menjünk is be! Szóval amikor néztem a filmet, akkor a közepén elaludtam. Aztán akkor újra néztem a filmet, mert újra néztem, akkor is a közepén elaludtam, és kiderült, hogy más is ezt szóvá tette, hogy valahogy ellaposodik az egész, vagy ennek mi lehet a mechanizmus, a Szabi? Sokkal képmutatóbb vagyok, mint te, én nem vallom be, hogy elszenderedtem a közepénél. A valószínűleg az az oka, hogy érzelmi bevonódást nem okoz a film. Nem kezdünk el önazonosodni se a hölgyel, se a Kennel, sőt, egy hatalmas távolság van bennünk, és tulajdonképpen nem is drukkolunk nekik, letoljuk. És addigra már a vizualitás megvan, a humort ismerjük. A posztmodern utalások is már megérkeztek. Már nincsen semmi új inger, új a nap alatt. Azért kétharmadánál elkezdtem izgulni, mint egyébként sok jó filmnél, hogy na, ez lesz a világ legjobb filmje. Életed filmje. Igen, életemé is, meg a világé is. Nyilván ez attól függ, hogy mi lesz a vége. És az lehet, Szabi? A végén nem éreztem a katarzist. De még érezheted. Érzelmileg semmiféleképpen, intellektuálisan még érezhetem. Írjatok, próbáljátok elérni nálunk a szellemi katarzist. Köszönjük, sziasztok!